Extrém hőhullám érte el az Egyesült Államok délnyugati államait. Az óceán partján 32 fokot mértek, az ország belső területein pedig volt, ahol 47 fokra is felment a hőmérséklet. A rekord melegben az emberek vagy otthon maradtak, vagy a vízpartokon próbálták lehűteni magukat. Előzönlötték a vízpartokat a hűsölni vágyók Amerika délnyugati államaiban. Óceán, folyó vagy csak egy szimpla akvapark, a lényeg, hogy menedéket nyújtson a forró levegőtől. A fullasztó hőség kedden érte el az államokat, és szerdán több városban már 35 fok körül volt a maximum hőmérséklet. Arizona államban pedig egészen 47 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Azért jövünk a partra, hogy lehűljünk, de ha már itt vagyunk, úgy gondoltuk, szedünk egy kis szemetet, hiszen nagyon sok van mindenfelé, és így legalább nem csak a testünket nyugtatjuk meg, de a lelkünket is. Mesélte egy fiatal nő, aki párjával együtt állt neki a part megtisztításának. Van az országnak egy olyan része, ahol annak örülnek a legjobban, ha minél melegebb az idő. A Halálvölgynek nevezett terület Amerika legszárazabb és legforróbb nemzeti parkja. Kivételesen meleg éghajlata pedig messze földről vonzza az érdeklődőket. Nyáron a legtöbb turista külföldről érkezik ide. Amikor messzire utazik az ember, akkor általában valami nagyon mást akar megtapasztalni. Szóval például, aki Norvégiában vagy Németországban él, annak a föld legforróbb helye igen vonzó lesz. Magyarázta a Nemzeti Park szóvivője, majd hozzátette, hogy a mostani 54 fokkal még mindig nem érték el a parkban mért legforróbb napot, amikor 57 fok volt. A Halálvölgy látogatója a park elején kihelyezett hőmérő mellett készítenek képeket, azon versenyezve, melyiküknek sikerül elkapnia a legmelegebb pillanatot. Miután az ember hozzászokik, annyira nem is rossz ez a meleg, és a látvány felülmúlja a forróság kellemetlenségét, mondta az egyik látogató. A hetek óta tartó szárazság és a rekordmeleg veszélyeket is rejt magában. Kaliforniában az elmúlt napokban több területen is kigyulladt a növényzet. A tűzoltók helikopterekkel igyekeztek megfékezni a lángok terjedését. A kaliforniai hatóság felszólította a helyieket az áramhasználat korlátozására, hogy a melegben levegyék a terhet az elektromos hálózatról.